következő versenyző a 16-os rajtszámmal induló Simon Katalin, aki Szekszárdon született 1979. szeptember 9-én, azonban most Őcsényben lakik. Foglalkozása tanuló, a Garai János gimnáziumba járt Szekszárdon. Aerobikozott, de csak otthon, mindenféle titkos helyeken, a szemek elől elzárva, és ha van egy kis ideje, akkor elmegy úszni. Kozmetikus a neve, Hadnagy MS-es sminkmester, fodrásza pedig Durganics Lászlóné. Adatai: 172 cm-es magasság, 91-es mellbőség, derékbőség 67 cm, a csípőbőség pedig 91-es. Kedvenc színe a kék, férfi zsánere pedig magas, barna hajú, barna szemű, kedves és vidám, épp olyan, mint a barátja. Simon Katának a kedvenc autója egy BMW Cabrio. Kedvenc étele a paradicsomleves. Ő saját maga ritkán főz, de akkor nagyon. Például ilyeneket, kókuszos csirke. Egyébként énekel egy együttesben immáron egy éve, és novellái jelentek meg az Antológia 98 kiadványban. Távolabbi céljait illetően sikeres ügyvéd szeretne lenni. Ja, és még szeretne egy nagy plüssmacit kapni valakitől. Kati, énekelsz, zongorázol, novelláid jelennek meg. Eközben sikeres ügyvéd szeretnél lenni, és vadul készülsz a felvételére. Hogyan lehet összeegyeztetni ezeket a dolgokat? Köszönöm, jól. Tehát mindenre van időd, tudsz szakítani a szabad idődből mindenre? Hát végül is az tény, hogy sokat kell tanulni, és elég sokat kell készülni a felvételire is. De nekem nagyon fontos az éneklés és a zene, és ezt semmiképp nem szeretném elnézni. Hát mindenhez kívánunk neked sok sikert, énekelj, írja novellákat, és vegyenek fel a jogi egyetemre. Legyen belőled jó ügyvéd! Gratulálunk! Aliszka Szépe, 1998-ban a 16-os rajtszámmal induló Simon Katalin! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, az imént majdnem végzetes dolog történt, ugyanis, mint kiderült, a kollégák alig találtak meg a kamerával. Nekem teljesen mindegy, hogy melyik profilom, melyik oldalról látszik, de egy szépségkirálynőnek nem, ezért megkért, hogy azonnal cseréljünk helyet, helyet cseréltünk, és íme erre majdnem elvesztem. Tisztelt hölgyeim és uraim, köszöntöm a stúdióban az 1998-as Aliszka Szépét, Simon Katalint. Simon Kati egyébként megnyert már két harkányi szépségversenyt, és most is készül valamire. Mire is készülsz, Kati? Május 31-én lesz Pakson a tavasz szépe verseny, és ezen is szeretnék részt venni. És ennek folynak már az előkészületei? Igen, már három próbánk is volt, most pénteken, szombaton és vasárnap. Az iménti bejátszásból mindenki tudhatta, de annak idején ezt a szépségversenyen sem hallgattuk el, hogy te muzsikus vagy, énekes, a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában folytatod tanulmányodat Füzi János tanárunknál, és azt sem hallgattuk el, hogy a Petszeri Társa koncertiroda fölfedezetje van, hiszen műsorokban énekelsz, nem is rosszul. Milyen terveid vannak az éneklésre és a zenével? A későbbiekben egy együttes alakítását tervezzük a bátyámmal közösen, és teljesen a mai stílusnak megfelelően szeretnénk majd a zenéket írni, és hát egy-két szám már kész is van, és talán nem szerénytelenség, hogyha azt mondom, hogy jó számok. Aha. És ezek szerint az is elképzelhető, a szépségverseny nyitnyében hallhattuk, hogy ügyvédnek készülsz. Az is elképzelhető, hogy kicsit kacérkodsz a gondolat, hogy netán mégiscsak muzsikával is fogsz foglalkozni? Ha felvesznek Pestre az ELTE-re, akkor mindenképpen szeretnék énekléssel is foglalkozni, tehát énekelni, tanulni. De a jazz éneklésre szeretnék majd szakosodni később. Jazz, igen. Esetleg van már tanárod is, akit kinéztél, hogy kihez szeretnél járni? Nem, ilyen még nincs. Nyilván körül kell majd nézni, és a lehető legjobbat megtalálni. Budapest bővelkedik egyébként jó énektanárokban, férfiakban is, és nőkkel is. Most a közvetlen legközelebbi terved, ami holnap után esedékes, az micsoda? Jövő hét hétfőn az érettségi. Egek. Az bizony nem kis ki vannak dolgozva a tételek rendesen? Igen. Kapsz valakitől segítséget? Hát a tanároktól. Tanáraitól. Igen. Kollégáktól? Milyen kollégáktól? Hát a tanuló kollégáitól, tehát a diáktársaitól.
Persze, hát összedolgozunk, de hát ez természetes. Most kérdezek egy ravaszat. Változtatott-e valamit rajta? Tudom, hogy nem. De a diáktársaiddal és a tanárokkal, kollégákkal való viszonyon változtatott-e valamit, hogy szépség királynő lettél? Semmi nem változott. Mindenki nagyon aranyos volt, mindenki kedvesen fogadta a dolgot, de semmi változás nem történt. Nagyon örülünk ennek, és gratulálunk az eddigi elért eredményeidhez. A Paksi szépségversenyt nagy érdeklődéssel várjuk, és hadd kérjünk meg akkor, hogy valamit énekelj, produkálj nekünk. Mi lesz az, amit énekelsz nekünk? Na, Susu Bolondság. Susu Bolondság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a színpadon Simon Kati, kérjük szépen, hogy fáradj a színpadra. Bolondság, és kész lesz a szerelem. Susu, menj aztán, a szerelem. Jaj, sírok, szipogok én sok, könnyen csillan, egyedül árván, és már is kacagok én, ha csak léptet koppan. Zörög a zár, muzsik a szár, csúcsalódás, a szerelem. Egyéb megoldás nincs más a szívemen. Úgy kérlek, gyere, siessz, nincs abban a fár. Susu Bolondság, susu, menj osztál. Bolondság, és kész lesz szerelem. Susu, menj aztán, a szerelem. Jaj, sírok, szipogok én sok, könnyem csillan, egyedül árván, és már is kacagok én, ha csak léptet koppan. Zörög a tár, muzsik a szár, csúcsalódás, a szerelem. Egyéb megoldás nincs más a szívemen. Úgy kérlek, gyere, siessz, nincs abban a fár. Susu Bolondság, susu, menj aztán.